reagálnak a szombathelyi játékosok. Meghatározó játékosuknak az elvesztésére, vajon ez békjót köt-e a lábukra, avagy egy csak azért is hangulatot ébreszt bennük. A harmadik helyen áll a Haladás, nagyon jó pozícióban, és az egyetlen NB1-es csapat, amely 9 fordulón keresztül eddig még nem szenvedett vereséget. Nagy József került így, és Papp István elárvult helyén. A fiatal, mindössze 18 éves Wagner játszik. Jó a beadás! Marton Robert kézzel továbbítja a hálóba a labdát, így természetesen nem lehet gól. Ezt még nem tudja úgy, mint Maradona. Nagyon észrevehető volt. Két apró termetű fekete legény, Quirico és Lakatos. Első félidő 43. perc, 0-0 a mérkőzés állása. Quirico, jó beadás, Zsadányi! Nem akármilyen munka volt ez, nagyon szép. Nem is Zsadányi volt, Szabó. Mozgalmasabb, most jobb a mérkőzés, mint az első fél időben. Lakatos teljesen szabadon, Vörös Imre most érkezik csak vissza. Zsadányi lesen. Mindkét együttes tehát a 16. percben, a második fél időben egy-egy csere lehetőségét már kihasználta. Baranyai ügyesen be közép felé, Elekes, ballalló, ott csak mellé. 22. perc a második félidőben, 23-ra ugrik most az óra. 0-0 a Haladás Diófok találkozó, hazai szöglet. Domján belsővel leteszi Baranyai. Bretner, Zsadányi tovább is fejeli, Kéz is, azon kívül Lesen is van, Lakatos. Szabó Béla mutatja. Vörös Csaba Baranyait látja meg, aki sokat van szabadon, valahogy még nem tűnt fel a szem a siófokiaknak, hogy beállt Baranyai. Nagyon jól látja meg a túlsó oldalon Nagyot. Nagy elmegy, nem adja be, most adja be. Quirico végzi el a szabadrugást. Zsadányi lefejeli, nincs Les. Boda, gól. Lakatos a gólszerző. Nem volt igazán kifejezetten gólhelyzetben egyik siófoki csatár sem. Mindig tovább húzták, tovább vitték a labdát. Végül is Lakatos maradt abszolút tisztán. Ki is használta. 1-0 a Siófok javára. Illés, Elekes. Nagy, 11-es. Nem hiszem, hogy sokat lehet vitatkozni a dolgon. Nagy kétségtelenül gólhelyzetben ugrott már ki, amikor hátulról elsodorták őt, ha jól láttam, Kolonics volt. Nagy József a sértett, az ítélet végrehajtó.